Jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Családmeséink, az M2 Petőfi TV családi talkshowja. Múlt héten egy teljes adást szenteltünk Kalapács Józsefnek és családjának. Megtudtuk, hogy a sokszor kőkeménynek tűnő rocker szívet is meg lehet olvasztani, ehhez nem kell más, csak két tündéri unoka. Az is kiderült, hogy noha teljesen másnak tűnnek Józsi és lánya, mégiscsak egy húron pendülnek zeneileg. És még az is lehet, hogy egyszer ebből az összhangból egy közös lemez is születik majd. Ha lemaradtatok volna az adásról, keressétek fel a YouTube csatornánkat. A mai este viszont a száguldás szerelmeseiről szól, olyan fiatal emberekről, akiknek köszönhetően a magyar autósport felkerült Európa és a világ térképére. Persze egyikük sem jutott volna el idáig, ha nincs mögöttük egy erős hátország, egy összetartó család. Ilyen például a szemtelenül fiatal keszthelyi Vivien is, aki ugyancsak 19 éves, de már elmondhatja magáról, hogy ő a valaha volt legsikeresebb magyar autóversenyző a formula versenyek világában. Nyilván ez egy veszélyes sport. Lehet azt mondani, hogy az életükkel játszunk. A versenyzésben legjobban az adrenalin szeretem, meg amikor nyersz, hogy te vagy a legjobb, illetve be tudod bizonyítani egy lányként is, hogy elő tudsz menni a fiúk előtt, és nem számít, hogy lány vagy fiú versenyez, hanem ugyanolyan jó tudsz lenni, mint a fiúk. 13-ban ültem először autóban, és 2014-ben már rajthoz álltam, nemzetközi mezőnybe. Már akkor is az első verseny hétvégénben sikerült a harmadik lenni a férfiak között. Akkor ugye még 13 éves voltam. Már egészen 4 éves korom óta volt egy kis elektromos jeepem, ami láthatjuk ilyen social médiákon is, hogy több Forma 1-es pilótának is volt, mikor kicsik voltak, mint kiderült. És már akkor is nagyon szerelmes voltam az autóban, mindig is szerettem az autókat. Soha nem volt terve, hogy autóversenyző legyek, mivel a szüleimnek se volt olyan kötődése, hogy ők bármikor versenyeztek volna, vagy ilyesmi, de mindig is szerették az autókat, meg ők is, mikor még meg se születtem, mint megtudtam, voltak Forma 1-es versenyhétvégéken, engem meg kihagytak, nem arra vittek el elsőként. Csak Ausztriába. Arra lettek figyelmesek, hogy én eltűntem, mi alatt csak versenyeket néztem, mert kíváncsi voltam, hogy hogy működik az autóversenyzés, és akkor beállítottam a szüleimnél, hogy én autóversenyző szeretnék lenni, és rögtön azt mondták, hogy válasszak más sportágot, mert ez egyáltalán nem lányos, és féltenének. Rá egy napra megint új nap, és kezdtem előről, hogy én autóversenyző szeretnék lenni, és sikerült őket odáig eljutatni, hogy mondták, hogy adnak nekem egy esélyt, meg kell tanulnom váltani, vezetni, és elkezdett menni ez a folyamat, és adtak nekem egy esélyt, hogy beüljek 2014-be a Swift Cup Europe-ba. Amikor meg a Suzuki-ba versenyeztem, akkor mindegyik versenyhétvégémre nyilván elkísértek, mert még jogosítványom sem volt, és el kellett valahogy jutni, meg mindig is támogattak. De a legnagyobb bukásom pont előttük történt, és ott eléggé megmaradt bennük, hogy akkor most abba hagyjuk a versenyzést. De meglátták rajtam, hogy hiába volt agyrázkódásom, rá egy hétre sikerült versenyt nyerni, és tényleg látták bennem azt, hogy ilyen fiatalon már ilyen céltudatos voltam, és tudtam, hogy mit szeretnék elérni. Ki is jelentettem egyszer, hogy én az Audival szeretnék együttműködni. Miután 2 évet versenyeztem a Swift Cup Europe-ba, ezért már szerettem volna váltani, és már évközben megkeresett az Audi, miután lenyilatkoztam, és nagyon meglepődtem, és ez volt a legjobb napom az életemben a motorsportban, hogy most mi fog történni, és akkor igazoltak le akadémistaként. Tényleg egy családtagként tudtuk egymást kezelni, meg mai napig is. Amikor én megtudtam, hogy engem beválogattak a V-Series-be, akkor rögtön az volt az első pont, hogy én kiutaztam Ázsiába, hogy tapasztalatot szerezzek az autóval, hogy egyáltalán tudom-e vezetni, passzol-e hozzám, illetve van-e közöm a formula autózáshoz. És igaz, hogy nem a teljes szezont versenyeztem végig a V-Series-be, csak mint egy tartalékpilótaként. Úgyhogy hál' Istennek ott is a legtöbb pontot szereztem F3-ba magyarként.
Ugye most az Ázsia az kimaradt, úgyhogy itthon különböző helyeken, különböző országokban tudok felkészülni, különböző pályákon, különböző autókkal. Ugye első kerék meghajtás autóval kezdtem a versenyzésemet, és azért így jó visszatekintem, én nyilván nem felejtettem el, hogy kell vele bánni, meg azért jó néha egy kis nosztalgia, hogy ilyen volt az első kerék meghajtású autó, mivel már több éve nem vezettem. Számomra az autók az egy kicsit olyan, mint egy élőlény, mivel imádom az autókat, teljesen mindegy, hogy most utcai vagy versenyautó. Nekem mindig is lesz egy olyan kötődésem, hogy én is úgy bánok a saját utcai autómmal, hogy folyamatosan tisztán van tartva, illetve néha vannak beceneveid, de abban most nem menjünk bele. Nekem mindig is a vágyam volt, hogy a Forma 1 köré épüljek be. Nyilván így lányként, meg főleg magyarként szeretném, így hogy az ország is büszke legyen, hogy az első magyarként el tudok olyan szintre jutni ilyen fiatalon, hogy a Forma 1 körül tudjak valamit képviselni. A Forma 3 az ugye már az előszobája, utána jönne a Forma 2, és utána jönne a Forma 1, de ez nem ilyen egyszerűen megy, mint eddig egyszerűen ment, hogy kategóriára váltottunk. Úgyhogy most jön a legnehezebb korszak ahhoz, hogy elérjem a célomat. Szülő nélkül nem tudtam volna idáig eljutni sem. Nekik köszönhető, hogy el tudtunk odáig jutni, ahova most ma is tartok. De azt kérem mondjam, hogy ha egyszer sajnos el fogom őket veszíteni, akkor biztos, hogy nehezebb lesz tovább menni a versenyzés, de nyilván megpróbálnám őket büszkévé tenni. Velem szemben pedig ma este az ország legsikeresebb autóversenyzője, a tavalyi WTCR kupa győztese, Michelis Norbert. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és persze ezúton is gratulálunk neked, Norbi. Köszönöm szépen a lehetőséget. Felfogtad már, hogy mi történt? Azért gyakorlatilag egy hónap telt el. Hát, hogy nagyjából igen. Karácsony és új év között egészen, hát én azt mondom, hogy január mondjuk 5-ig, 6-ig volt lehetőségem nekem is otthon pihenni, és ebben az időszakban azért hát nem is teljesen, de valamennyire megemésztettem a történteket. Egyébként sokszor előfordul, hogy úgy ébredek föl, hogy eszembe jutnak ilyen új apróságok, de... Én például? Azzal kapcsolatban nagyon sok minden új eszembe jut, hogy mi történt, amikor kiszálltam az autóból a harmadik futam leintésénél, hogy például milyen sorrendben találkoztam emberekkel, mikor találkoztam először a feleségemmel, Johannával. Nagyon intenzív volt azt a helyszínen megélni, azt a néhány percet, amikor leintették a futamot, úgy hirtelen rám szakadt, hogy most elértem, amit már nagyon régóta szerettem volna. És akkor ugye ott volt még a levezetőkör, az volt egy 2-3 perc, és akkor ott volt az az időszak, amikor kiszálltam az autóból, ott felálltam az autó tetejére, fogtam a kezemben a kupát, és akkor utána nyilván találkoztam a számomra fontos emberekkel is. Mi volt a fordulópont, hiszen azért nem indult könnyen neked a tavalyi versenysorozat, amikor azt érezted, hogy na, most akár meg is tudom csinálni, és bajnok lehetek? Minden évadnak, legalábbis az elmúlt 2-3 évad közül mindegyiknek úgy álltam neki, hogy szeretnék bajnokságot nyerni. És a tavalyi évadban én emlékszem, hogy nagyon rosszul kezdtem. És akkor a harmadik versenyhétvége volt számomra az első olyan pillanat az évben, amikor azt éreztem, hogy na, elkezdenek jól menni a dolgok. És azt is éreztem, hogy a fő impulzus és a fő motiváció az, hogy ezt a bajnokságot megnyerjem. És ez is azért volt így, mert 2017-ben már nagyon közel voltam, akkor egy technikai hiba gátolt meg abban, hogy megszerezzem a világbajnoki címet. És emlékszem, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt a pályafutásomban, mert azt éreztem, hogy ott mindent beleadtam, abban az évben született az első kislányom, tehát nyilván otthon is szerettem volna helytállni, és nem jött össze a bajnoki cím, és én arra gondoltam, hogy tényleg mindent beleadtam, akarom-e folytatni. És szerintem a tavalyi bajnoki cím az nagyban köszönhető annak, hogy már egy lépés távolságból tudtam szemlélni a dolgokat, tehát 18-ban megszületett a második kislányom, Emma, és amikor az embernek vannak gyerekei, már nem feltétlenül úgy gondol a szakmai sikerre, mint előtte, hogy most ezen múlik az élete. Még arról mesélj nekem, hogy ezt a bizonyos malái hétvégét hogy élted meg, milyen pillanatok voltak,
amiket aztán ugye később fel kellett dolgozni. Nagyon nehéz volt egyébként, és az érzelmi része volt nehéz. Tehát úgy mentem ki a hétvégére, hogy én vezettem a pontversenyt, mindenki engem gondolt a fő esélyesnek. Beleértem magam abba, hogy ez már hát majdnem, hogy megvan. És ez volt a nagy hiba, mert jött a második futam a háromból, és ott meg nagyon rosszul kezdtem, tehát kicsúsztam a sóderágyba, a legnagyobb riválisom ráadásul megnyerte a versenyt, tehát ott hirtelen a harmadik futam előtt ilyen kiki szituáció alakult ki. Ráadásul ugye a harmadik futam előtt tudatosult bennem az is, hogy az autóval valami technikai probléma van. És nem tudom, hogy ki segített, a jó Isten vagy bárki, de hogy így nagy fordulatok árán sikerült megszerezni a bajnoki címet, akkor ahogy mondjam, az elmúlt sok év így hirtelen így formát öltött meg az a hatalmas teher egyébként, amit magamra is helyeztem azzal, hogy meg kell nyernem ezt a bajnokságot, az így néhány másodperc alatt, mintha tényleg így lehullott volna a vállamról. Igen, én is ott bevallom férfiasan, hogy elmorzsoltam egy pár könycsepet, mert annyian szorítottak, annyian szurkoltak, annyi áldozatot hozott a családom, a feleségem. A feleségem azért tudja, hogy amikor elkezdődik a szezon, akkor otthon néha tudok, hát nem is tudom, sarkos vagy hát kimondom, elviselhetetlen is tudok szerintem lenni. Oh, és akkor minden pasinak ki kéne mondani, igen, én büszke vagyok rá. Ja, elérkezik az a pillanat, amikor ez így nekem is eszembe jut, és az is, hogy ezért a körülöttem élőknek sem volt ez mindig egyszerű. Persze. Na hát nem csodálom, hogy végén könnyekben törtél ki, úgyhogy most meg is nézzük ezt az eufórikus pillanatot, aztán pedig innen folytatjuk a beszélgetést. Mihelis Norbert és felesége Johanna, aki már könnyek közepette, talán kellett Norbinak, a sors valamiért azt akarta, hogy két gyermekes családapaként írjon sporttörténelmet. Végre Mihelis Norbi túrautó világkupa győztes, sporttörténelem, a magyar autósport legjobb eredményét ez a hímes házáról induló fiatalember írja el. Hosszú évek munkája van ebben a győzelemben. Egészen pici korod óta autóversenyző szerettél volna lenni? Tehát ez a klasszikus kisfiú voltál, aki már otthon bűrögött? Aha. Igen. Az volt a nagy szerencsém, hogy a település Himesháza, ahonnan származom, egy kis lélekszámú település, és a közvetlen szomszédságunkban nagybátyám lakott, aki autószerelő, és mellette hobbi szinten versenyzett. Hát akkor volt honnan megfertőződni. Igen, és néhány éves koromban úgy át, hát nem azt mondom, hogy szöktem, mert nem kellett átszöknöm, de igen, ott a főleg keleti blokkból származó autócsodákat, amiket ott javítgatott, azokat megcsodáltam, és arra emlékszem konkrétan, hogy az autókat nagyon-nagyon kiskoromtól kezdve szerettem, meg így elbűvöltek. És aztán a versenyzés az kicsivel később jött. Talán a 90-es évek elején volt, amikor elkísértem nagybátyámat egy versenyfutamra, ez egy rallycross. Akkor hány éves lehettél? Bocsánat, 90-es évek 7-8. Akkor fogalmazódott meg bennem az a vágy, hogy milyen jó lenne versenyezni. És ugye nálunk sem voltak a szülők olyan anyagi helyzetben, hogy ezt most így minden további nélkül megengedhessük magunknak. Úgyhogy itt szépen lassan teltek, múltak az évek, akkor nagybátyám közben épített nekem egy ilyen vaskeretes kis autót, amit ott a himesi focipályán vezethettem. Nekem, ha most az én kicsi kisfiam elém állni, és azt mondani, hogy autóversenyző szeretne lenni, biztos, hogy tűzzel vassal. Ugyanilyen mosolygósan, de nem, tiltanám. Nem. Szerintem azért nem szabad, mert hogyha tehetséges, meg hogyha támogatni tudod, akkor hogy mondjam, ezt nem... A te szüleid mit szóltak? Most hagyjuk azt, hogy én egy ilyen paratyúk vagyok, csak hát azért ez egy veszélyes sport. Szerintem rajtam érezték azt, hogy ha megvan ez a lehetőség, és mondjuk el tudok kezdeni versenyezni, mert ugye úgy jött a lehetőség, hogy játszottam számítógépes játékokkal,
és akkor a virtuális térben elért eredményekre felfigyelt a Weber Gábor, aki egy magyar csapatnál, az Engő Motorsportnál versenyzett, és beajánlott ez a csapathoz, hogy akkor nézzék meg, hogy ez a Mihály Sznorbi, ez a való világban is jó lehet-e. És emlékszem, hogy meghívtak egy tesztre, akkor már 21 éves voltam, és tök jól sikerült. És 2006-ban meg pont a jól sikerült teszt következménye volt, hogy már elkezdhettem versenyezni. Még nagyon alacsony hazai szinten, és emlékszem arra, hogy néván édesanyám nagyon, nagyon féltett. De ugye bennük is szerintem az dolgozott, hogy látták rajtam, hogy ezt mennyire szerettem volna csinálni, és inkább örültek annak a lehetőségnek, ami most ugye megadatott nekem, mert látták rajtam, hogy mennyire boldog vagyok. És akkor szépen lassan teltek az évek, és ahogy gyorsultak az autók, meg egyre veszélyesebbek lettek a pályák, úgy nyilván láttam rajta is, meg ugye Johannán is, hogy számukra az eredmény az tényleg másodlagos. Volt egy ilyen pont, amikor ez így tudatosult benned, hogy én már pedig most autóversenyző leszek? Őszintén szólva, soha nem azért szimulátoroztam, mert hogy azt gondoltam, hogy itt ebből a világból ki lehet törni. Én azért szimulátoroztam, mert azt éreztem, hogy ez úgy jót tesz annak az énemnek, aki versenyezni szeretne. Én akkor nem hittem abba, hogy nekem akár onnan vezethet út. Így visszatekintve a pályafutásomra, nekem borzasztó nagy szerencsém volt ezekben a kulcspillanatokban, hogy pont mindig a jó embereket sodort elém így a sors. Meg abban is nagy szerencséd van, hogy nagyon támogató a családod. Tehát gondolom édesanyádék, és ahogy mondtad, ugye Johanna is. Nyilván vannak apró összezörrenések, amikor tényleg úgy alakul egy felkészülési időszak, hogy alig vagyok otthon. Tehát, és hogy mondjam, ezeket az időszakokat nyilván neki is kezelni kell tudni. Pláne ugye az év elején tavaly Emma volt, hát kicsit több mint fél éves, mira másfél éves. Tehát hogy ez egy olyan időszak, amit én is szeretnék azért úgy valamelyest otthon megélni, mert úgy próbáltam volna én is valamit úgy hozzátenni a mindennapokhoz, hogy nem többet voltam útban, mint tudtam segíteni, de mégis visszagondolva annyi jó, meg ilyen vicces, meg tényleg életre szóló pillanat volt, amit én így tudtam, amikor távol voltam, és így emésztett is egy kicsit, hogy jó, most már tök jó, hogy készülünk a szezonra, de eltelt, mit tudom én, 8-9 nap, és már nem azért hazamennék egy-két napra. Na most már tényleg mindjárt kiukadunk oda, hogy milyen apa is Mihály Sznorberg, de egy picit megyünk tovább, hiszen nem te vagy az egyetlen olyan nemzetközi fronton is sikeres magyar pilóta, aki szimulátor versenyekből nőtte ki magát, és lett aztán ugye valódi versenyző. Ilyen például Kis Norbi, kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, most az ő családmeséjét ismerjük meg. Most már ugye gladiátorok nincsenek, meg ehhez hasonló dolgok, de autóversenyzők vannak, egy picit hasonló dolognak tartom ezt, mint mondjuk annak idején a gladiátor játékokat. És ezt a versengés részét nagyon szeretem, tényleg azt, hogy álljunk oda rajta, és akkor na, nézzük meg. Ez a motivációm mindig hajtott, hogy megmutassam, hogy én vagyok a legjobb. Igen, most Kecskeméten vagyunk a műhelyben, a csapatunknak a műhelyében. Ugye a Tankpool 24 Racing Team Mercedes volt ez, ugye? És mind a két versenykamionját itt Magyarországon ebben a műhelyben készítettük föl. Ugye ez a csapattársunk versenykamionja, most már ez elég jól szét van szedve minden. Itt is már látszik, hogy nincs benne a motor, nincs benne a sebességváltó. Kijavítjuk a töréseket is, ugye azért a kamionról bajnokság, ez egy elég kemény bajnokság, elég sokszor egymásnak megyünk, úgyhogy nagyon sokszor úgy össze van törve a fülke, meg az autónak a többi része, és akkor ilyenkor azokat is kijavítjuk, kilakatoljuk, és akkor próbáljuk a lehető legjobban tényleg felújítani az autót, hogy ne csak jó legyen, hanem szép is. Nem kifejezetten az volt a célom, hogy kamionversenyző legyen belőlem egyszer, adódott a lehetőség. Szerencsére már az első verseny hétvégéig egész sikeresek voltak, mert sok pontot szereztünk, dobogóra álltunk, aztán utána futamot is tudtunk nyerni. 14-ben meg tudtuk nyerni az első Európa-bajnoki címet, 15-ben meg tudtuk nyerni a második Európa-bajnoki címet. Úgyhogy ezeknek a jó eredményeknek köszönhetően, hogy a kamion Európa-bajnokságon van referenciám. Ez az a hely, ahol elhiszik rólam, hogy jó pilóta vagyok, és körbe találok a pályán, úgyhogy most ez az a bajnokság, amit csinálunk. Meg hát egy nagyon-nagyon különleges, hogy Magyarországon én vagyok az egyetlen, úgyhogy próbálom ezt a lehető legjobban csinálni, hogy büszke legyen rám az ország és minden szurkoló, aki figyelemmel követi az autó- és motorsportokat itthon. Ugye ezek itt az Európa-bajnoki címeim, ez utána 2017-ben a harmadik hely, amit tudtam szerezni, már egy másik csapattal, meg másik márkával.
ezek talán az utolsó jó nagy túrautós futamgyőzelmeim, meg dobogós helyezéseim. Ez a négy aranybika, ez pedig szintén a Camionero bajnokságról van. Ezek azért különlegesek, mert ugye nálunk a Camionerben minden verseny hétvégén négy futam van, abból kettő ilyen fordulatrajtácsos, amikor ha valaki megnyeri az első futamot, akkor utána a következő futamon a nyolcadik helyről kell indulnia. És az, hogy a nyolcadik helyről is valaki nyerjen, az nagyon ritka, az ilyen öt évente fordul elő a Camionero bajnokságon kb. És ezt egyszer nekem sikerült, hogy megcsinálom 2015-ben. Persze nyilván arról álmodtam végig, hogy majd egyszer igazi autóversenyző lesz belőlem, de hát nem volt realitás, nyilván a költségek miatt. Nem gazdag családból származom, ugye édesapám vasutas volt, most már nyugdíjas, édesanyám pedig ugye népművelő. Szóval, hogy nem panaszkodom egyébként, mert nem volt rossz gyerekkorom, tehát nem szegénységben nőttem föl, meg minden. Megkaptunk szerintem a lehetőségekhez mérten mindent, hogy egy jó gyerekkorunk legyen, de ilyen extrákra, mint hogy autóversenyzés, meg ilyesmi ugye nem tellett. Amikor látnánk azt, hogy ennek van értelme, meg hogy jó vagyok benne, meg hogy tudtam eredményeket elérni, nem csak magyar szinten, hanem nemzetközi szinten is, akkor már ők is úgy voltak fel, hogy persze, ez jó, azt csinálni kell. Középiskolás voltam, amikor ugye rákaptam a számítógépes szimulátorokra, benevez egy ilyen bajnokságba, ahol húsvér emberek ellen valós időben lehet versenyezni. Már itt a szimulátoron olyan értékes tapasztalatot, meg tudást szerezhet az ember, ami egyébként utána valós versenyzésben is nagyon-nagyon fontos és nagyon hasznos tud lenni. És ugye ennek köszönhetően lett belőlem igazi autóversenyző is, hiszen ugye egy szimulátoron kaptam, nyertem egy lehetőséget, hogy kipróbáljak egy igazi versenyautót, amivel aztán egész jól tudtam menni, úgyhogy kaptam további lehetőséget, hogy tudjak még menni a versenyautóval, tudjak versenyeken indulni, ugye először a országos bajnokságon indultam, ugye a Astra kupában, és aztán a versenyeken is sikerült jó eredményt elérni, és akkor onnan így fokozatosan évről évre haladt valamára a karrierem előrefelé. Teljesítményként szaladt versenyeztem én, és mindig tudtam azt, hogy ha nem hozok jó eredményt, vagy nem hozom azt az eredményt, amit elvárt tőlem az adott csapat, vagy csapatvezető, vagy csapattulajdonos, akkor nem valószínű, hogy működni fog tovább. Aztán persze nyilván, ahogy ugye halad elő az ember karrierje, és egyre több mindennel kell foglalkozni, vagy egyre nő a teher, akkor persze jó, hogyha az embernek van ott segítség, és egyébként a Márti, a párom, ő ebben az lett egyébként, mert ő már jön velem szinte minden verseny hétvégére, az elmúlt években minden verseny hétvégére. És ő pedig, őnek nyilván van egy ilyen szerepe, hogy segítsen engem, hogy egy ilyen verseny hétvége egyszerűbb legyen, kényelmes legyen. Nem voltam ez a autósport fan. Aztán ugye jött a Norbi, és akkor így belefolytam. Én inkább ilyen természetben járós vagyok, és akkor túrázom. Teljesítménytúrákon veszek részt. Sajnos nem tudtam sokat menni, mert amikre szerettem volna menni túrák, azok a versennyel egybe ütköztek. Úgyhogy ilyen 522 kilométert mentem idén. Nagyon fontos a csapat ebben, de ez mindenképpen az autósport csapatsport, tehát ez nem kérdés. Ez nem kérdés. A pilótát látjuk versenyezni a verseny hétvégén, meg ugye ő áll a dobogóra, meg ilyesmi. Ugye itt a jó eredményeknek a lehetősége, meg egy bajnoki cím, az ugye a műhelyben dől el, én mindig ezt vallom. És a műhelyben pedig ugye nem egy ember dolgozik, sőt, hát ugye ott a srácok, ugye a mérnökök és a szerelők azok, akik tényleg nagyon sokszor a vérüket adják a sikerért. Úgyhogy igen, nagyon fontos a csapat, az emberek. Ez a kis család tényleg, akit összeállt, úgyhogy remélem, hogy nagyon sok éven keresztül még ezt tudjuk együtt csinálni. Norbi az imént úgy fogalmazott, ugye, hogy neki a csapat az olyan, mintha a családja lenne, illetve a második családja. Gondolom ez nálatok is így van. Teljes mértékben így van. És azért fontos, hogy az ember családként tekintsen a szakmai környezetére, mert nagyon sokszor pont az apróságokon múlik a siker. Tehát az hogy kialakul egy közösség, aki tüzön-vízen átmegy a másikért, az nagyon sok kiélezett helyzetben jelentheti a különbséget. De közben meg ugye otthon várnak a kicsi lányok, másfél éves Emma. Igen. És a 2,5 éves Mira. Hát azért nagyon jó, mert pici a korkülönbség köztük, mind a kettő kislány, gondolom szuper jó tesók. És hát már amikor. Jó, ez minden testvéri kapcsolatban van így. És ők mennyire utaznak veled például? Ugye nem, tehát hogy te sokat utazol, viszed őket ilyenkor magaddal? Mert azt tudom, hogy a feleséged ő szokott veled menni. Közelebbi futamokra jönnek,
de ilyen nagyon hosszú repülőutat még nem mertünk bevállalni. Tehát Európán belül már voltunk nyaralni négyesbe, de én valahogy még egy picit óckodom attól, hogy messze. Amikor nekem is teljesítenem kell néhány nappal később, és ismerem magamat, tehát biztos, hogy az is ott lenne a fejemben, hogy most ők akkor lehet, hogy lebetegednek a repülőn, vagy mit tudom én, jól érzik-e magukat kint, stb. Tehát hogy ez mind olyan apróság, ami valószínűleg az én figyelmemet így egy kicsit elterelné. Úgyhogy szerintem az első alkalom, hogy messze fognak repülni, az valami nyaralás, vagy szóval nem egy verseny kapcsán lesz. Szerintem majd nem. Tudják, hogy autóversenyző vagy? Te tudják, hogy mivel foglalkozol? A Mira szerintem igen. Tehát én rajta azt látom, hogy ő már nem csak hogy megérti azt, hogy nem vagyok otthon, hanem így a tévén keresztül azt is látja, hogy apa mit csinál, amikor messze van. Emma még nem feltétlenül, tehát ő még túlságosan kicsi, ő valószínűleg azt látja, hogy most néhány napig nem vagyok otthon, de azt, hogy most pontosan miért, ezt nem hiszem, hogy ő megérti. Egyszer azt mondtad, hogy apaként gyorsabb lettél. De most ezt azért fordíts le nekem, hogy gyorsabb lettél úgy apaként, hogy otthon apaként, tehát gyorsabban melegíted a tejet és gyorsabban cserélsz pelenkát, vagy az autóban lettél gyorsabb? Én inkább azt mondom, hogy jobb versenyző lettem, mert amikor az emberek vannak gyerekei, másképp látja már a fontos szakmai dolgait is. Ez nagyon furcsa, mert kicsit ilyen skizofrén állapot az, hogy azt veszem észre magamon, hogy például a közúti forgalomban, vagy bármilyen más terén az életnek, úgy tényleg megfontoltabb lettem. Viszont a versenyautóban meg pont, hogy ennek az ellenkezője történik. Hát nem tudom, tehát ugye az idei évben is volt sok olyan szituáció, amikor én inkább azt éreztem, hogy inkább bevállom azt, hogy neki menjek a másiknak, még úgy is, hogy kiesek. Ja, tehát ez tényleg értem. Nagyon fura, mert hogy apaként közben meg ugye az ember, gondolnám én, hogy kevesebb rizikót vállal, tehát inkább megyek. Igen, nagyon furcsa. Kettővel tudom, kevesebb. De versenypálya nincs. Valahogy, amikor belülök az autóban, már nincs az az érzés bennem, hogy apa vagyok, és hogy akkor... És rossz ezt kimondani, mert figyelnem kéne, de valahogy nem. Lehet, hogy azt érzed, nem, hogy most nem ülnek mögötted a lányok. Lehet. Mert simán, amúgy, ha közúti forgalomban vagy, ott mögötted ülnek. És amikor otthon vagy, amikor van arra időtök, hogy közösen együtt csináljatok valamit, akkor az általában mi szokott lenni? Mi az, ami ilyen fix családi program, amire van időtök meg energiátok? Mira valamiért nagyon rászokott a puzzle-okra. Tehát, hogy azzal el tudunk tölteni egész délután. Emma, ő pedig a kulináris élvezeteknek a húldol. Tehát ő egész nap el tudna rácsálni. Vele meg jókat kajálsz akkor. Egyébként így van. Amikor mondjuk egy héten egy-két alkalommal enyém az altatás, és akkor tudok mesélni kicsit, azt kifejezetten élvezem. És ilyen földön fetrengős, ha kell, apát ki lehet festeni, beöltöztetni, apuka vagy? Tehát, hogy simán, abszolút az. Simán. És akkor egyszer csak, amikor már, úristen, két lány, mekkora zsivaj lehet otthon, eljutnak arra a pontra, akkor tudsz szigorú is lenni? Vagy most nem tudom rólad elképzelni. Tehát, hogy bár ott volt egy elszólás. Nagyon szigorú nem. Nyilván vannak azok a helyzetek, amikor próbálunk egységesen, szigorúan fellépni, és akkor én szeretném felvállalni ezt a szerepet, hogy akkor én vagyok a rossz zsaru a gyerekek szemében, és ugye előfordult már, hogy emlékszem, hogy kicsit felemeltem a hangomat, nem kiabáltam, és akkor láttam rajtuk, hogy így kicsit megszeppennek, és nagyon-nagyon viccesen néha ők is elnevetik magukat, aztán valami nagyon aranyos, mit tudom én, bocsánatkérő gesztussal jönnek, és azt nem lehet sokáig kibírni, mármint úgy, hogy az ember szigorú. Tehát, persze. Mit szólnál akkor, hogyha mondjuk valamelyik lányod eléd állna, és azt mondaná, hogy érdeklődik ez iránt, az autósport iránt, amit te is csinálsz, engednéd őket? Engedném. Igen? Mert hogyha azt mondaná, hogy szeretne versenyezni, és azt látnám rajta, hogy még hajlandó áldozatot hozni érte, akkor biztos, hogy támogatnám. Mondjuk a feleségemmel ezt még nem beszéltük, hogy itt mi lenne a közös álláspont, de hogyha rajtam múlna, akkor én biztos, hogy nem
ellenkeznek. Norbi, kívánok neked további sok sikert, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és elmesélted a saját családmesédet. Köszönöm szépen én is. Tartsatok velem jövő hét pénteken is, amikor egy igazi zenei legenda, Benkő László lesz majd a vendégem, aki nem csak életéről és családjáról, de a legrettegettebb betegség elleni harcáról is mesél majd nekünk. Addig is nézzétek vissza adásainkat a YouTube csatornánkon, vagy a MediaClicken. Sziasztok!